A tülekedés képei február 23-án, amikor kigyúrt kopasz férfiak akadályozták az MSZP politikusát abban, hogy népszavazást kezdeményezzen a vasárnapi boltbezárás eltörléséről. Azért nem mindegy, ki az első, mert az ugyanabban a témában beadott kérdések közül a többit már automatikusan elutasítja a választási bizottság. A hasonló helyzetek megelőzésére a Nemzeti Választási Iroda és a Választási Bizottság vezetői több ötlettel álltak elő, miután ezt kérte tőlük a miniszterelnök. Az egyik szerint ügyfélkapun keresztül is be lehetne adni a kezdeményezést, ez azt oldaná meg, hogy ne legyen tülekedés a kapuban. A másik javaslat szerint bárki leadhatna kérdést, és ha az megfelel a jogszabályoknak, az győz, aki hamarabb összegyűjti a szükséges aláírásokat. Megindulhatna ezekben a kérdésekben az aláírásgyűjtés, és aki hamarabb összegyűjti a 200 000 aláírást, akkor az venne át az országgyűlés elé, és ott kerülne, hogy az országgyűlés döntsön, hogy kiírja benne a népszavazást. A szocialisták már korábban benyújtottak egy ehhez hasonló javaslatot, de ők azt is szeretnék, hogy ne csak a kormány és az államfő, hanem a parlamenti pártok is benyújthassanak soron kívüli népszavazási kezdeményezést, és ehhez aláírásokat se kelljen gyűjteni. Erről azonban szerintük még csak nem is tárgyalt a választási bizottság. Ha valaki azt állítja magáról, hogy a Nemzeti Választási Bizottság javaslatát küldi el a kormánynak, annak alapfeltétele, hogy a Nemzeti Választási Bizottság üljön össze, ezt tárgyalja meg, és szavazza meg, hogy melyik variációt kívánja benyújtani. Kerestük a választási bizottság elnökét, de nem válaszolt kérdéseinkre. A Fidesz frakció írásban közölte, hogy ők a parlamentben azt támogatják majd, ne az ajtóban, hanem az aláírásgyűjtésben versenyezzenek a népszavazást kezdeményezők. A miniszterelnöki kabinetiroda szerint a kormány április 5-ig dönti el, melyik javaslatot küldje meg az országgyűlésnek.